részlet Szent Máté evangéliumából. Hallottátok, hogy azt mondták, szemet szemért és fogat fogért. Én viszont azt mondom nektek, ne szálljátok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki el akarja perelni tőled az ingedet, engedd át neki a köpenyedet is. S ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj. Hallottátok, hogy azt mondták, szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem, de a vámosok is ugyanezt teszik. És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nem, de a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéleteset, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. A ma hallott tanítás Jézus a hegyi beszédben elmondott üzenetét foglalja össze. Azt, hogy mit vár el tőlünk az Isten, hogyan viselkedjünk embertársainkkal szemben. Ismerjük a szemet szemért, fogat fogért törvényt, és ésszel talán logikusnak és elfogadhatónak is gondoljuk. Jézus azonban egészen más szemszögből, az irgalom szemszögéből tekint erre a törvényre. Vajon ha Isten ilyen igazságosság szerint ítélne meg minket, remélhetnénk-e, hogy érdemesnek talál az üdvösségre? Biztosan nem. Az ő törvénye, a szeretet törvénye, az irgalom törvénye, ami az igazságot kegyelemmé, megbocsátássá változtatja. Ha ő ezt ingyenes ajándékként adja, nekünk is így kell tennünk embertársainkkal. Jézus figyelmeztet, hogy ne szálljunk szembe a gonosszal, sőt azt kéri, hogy aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a balt is. Vajon mit ért ez alatt? Jézus túlzásainak, fokozásainak nagy jelentősége van. Itt az, hogy semmiképpen se használjuk a sátán eszközét, amit velünk szemben esetleg alkalmaznak. Itt a Földön győzni azt tud, aki ugyanabban az eszközben erősebbnek bizonyul. Ha ütésre, nagyobb ütéssel válaszol, ha fájó szavakra, még fájóbb szavakkal reagál. A viselkedés fertőző, és sajnos ez negatív értelemben is igaz. Aki azon a módon válaszol, ahogy hozzá közelednek, az megengedi, hogy a másik alakítsa az életét. Óhatatlanul olyanná válik, mint a vele szemben levő, tehát könnyen olyanná válhat, amilyenni nem is akarna. Jézus fontos mondani valója, békülj meg, bocsáss meg, irgalmazz. Egyrészt, mert a keresztény embernek, aki valóban Jézus értékrendje szerint él, nem fegyvere a másikon való bosszú, a másik megalázása, átvitt, de valós értelemben is igaz, aki nem saját fegyvernemében harcol, az nem győzhet. Mindenki csak abban győzhet, ami az ő rögzült viselkedése, emberi észre nézve is felesleges alkalmazni az ellenfél bejáratott módszereit. A bosszú pedig még több bosszút szül, adok-kapok sorozatát. A tüzet csak a víz győzi le, a bánatra csak az öröm lehet gyógyír, a hideget csak a meleg szünteti meg. Jézus hányszor élt igazságtalanságot, méltatlan ítéletet? A kereszten is ellenségeiért imádkozott. Aki Jézus értékrendjével azonosult,
az csak ezen a módon teheti, hogy választ adjon. Egyrészt, mert csak ez lehet az ő rögzült viselkedése, másrészt azért, mert feloldani, végérvényesen megoldani szeretné a nézeteltérést, az ellenségeskedést, nem pedig fegyverszünetet kötni, erőt gyűjtve a következő küzdelemhez. Jézus még ennél is többet vár, amikor kéri, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Közeli családtagjainkon kívül megmagyarázhatatlan, ki miért áll közelebb vagy távolabb a szívünkhöz. Van, hogy valaki nem szimpatikus, nehéz szeretni, pedig esetleg nem is tett olyat, ami erre okot adhatna. Kis Szent Teréznek egy rendtársa rendkívül ellenszenves volt. Amikor Teréz ezt felismerte magában, elszégyelte magát, és elhatározta, hogy erőt vesz magán, és mindig kedvesen fog hozzászólni, segítőkész lesz vele, hogy ezzel is leplezze érzéseit. Egy idő után az apáca odament Terézhez, és ezt mondta neki, köszönöm, hogy ennyire jó vagy hozzám. Nem is értem, miért szeretsz engem ennyire. Szent Teréz megértette, hogy a másik embert nem szabad büntetnünk a mi szubjektív, alaptalan megítélésünk miatt. Ha ok nélkül is van bennünk ellenérzés, hogyan kéreti Jézus, hogy mégis szeressük azt, aki okot adott nekünk szavaival, bántásaival, igazságtalanságaival. Egyedül az irgalom miatt. A szeretetet ne az szerint értelmezzük, amit szívünk, érzéseink diktálnak. Ebben úgysem tudjuk becsapni magunkat. Jézus mégis azt várja tőlünk, hogy viselkedésünkkel emelkedjünk sértettségünk és megbántottságunk fölé. Ha definiálnánk, azt mondhatnánk, hogy a szeretet a legigazibb jó akarat a másik felé, függetlenül az ő irántunk való hozzáállásától. Mi magunkért vagyunk felelősek azért, hogy mi hogyan viselkedünk a másikkal. A másik viselkedése velünk szemben az az ő felelőssége, az az ő elszámolni valója Isten felé. Jézus erre is példát adott János, a legfiatalabb apostolát, legközelebb Jézushoz. Jézus kedvenc apostolaként emlegetik, mégis amikor Júdás árulását is előre tudja, csak úgy, mint a ráváró szenvedést, ugyanúgy szól, ugyanolyan szeretettel viselhetetik Júdással, mint Jánossal, vagy akár a többi apostollal szemben. Kérjük Isten kegyelmét, hogy megértsük az irgalom törvényét, és e szerint a törvény szerint, Jézus példája szerint tudjunk élni és cselekedni embertársainkkal szemben.